Sádor György Budaörsi irodája éveken keresztül rekordbevételre tett szert. Ez azt jelentette, hogy akár 600-700 millió forintos bevételt, profitot is termelt a Budaörsi irodája. Így egyértelműen kijelenthető, hogy Sádor György ezen irodája a legjövedelmezőbb a végrehajtói körökben, ugye az illetékességet nézve. Így nem kizárt, hogy a megüresedő irodára komoly belharcok alakulhatnak is ki akár. Ugye a korrupciós botrány alapja is az volt, hogy minél jövedelmezőbb területi illetékességhez kerülhessenek a végrehajtó jelöltek, a végrehajtók, és a változatlan jogszabályi környezet pedig semmi biztosítékot nem nyújt arra vonatkozóan, hogy az újbóli korrupciót akár megfékezzék. Több informátorunk szerint most a kiírt pályázatok sem mennek teljesen zöggenőmentesen, sőt nem megerősített információk alapján az sem kizárt, hogy Sádor György irodáját az érdekes körülmények között kinevezett, megválasztott új MBVK elnök Lubkovics Beáta venné át. Már az is vérlázító, hogy a fegyelmi eljárást indítottak, Sádor György ellen, de azt nem folytatják le, amíg nem zárják le a büntető ügyet. Így pedig az irodája is működhet folyamatosan, ő pedig folyamatosan akár több 100 millió forintos éves bevételre tesz szert, úgy, hogy közben büntető eljárás folyik ellene. Ha beigazolódik az, hogy a jóval kevesebb jövedelmű miskolci irodát lecseréli a jelenlegi MBVK elnök, a végrehajtók feje, akkor nem más bizonyít vele, mint hogy csak a minden nagyobb profitszerzés a cél, nem csak nála, de akár az egész végrehajtói karnál és a tagoknál. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja pedig az, hogy a végrehajtói helyek miatt esetleges korrupció csak akkor lehet végérvényesen felszámolni, hogyha mielőbb non-profittá tesszük a végrehajtást, és más alapokra helyeznénk a pályáztatást is. A Mi Hazánk mozgalom pedig ezúton is felszólítja az MBVK vezetőségét, hogy ne várják meg a büntetőeljárás végét, azonnal folytassák le Sádor György ellen a fegyelmi eljárást. Mert nagyon úgy tűnik, hogy hiába választottak új vezetőséget, új elnököt az MBVK élére, még mindig Sádor György irányíthatja az egész végrehajtói kart. A jelenlegi elnöknek, meg Lubkovics Beátának ideje lenne a Mi Hazánk mozgalom javaslatait felülvizsgálni, és a jogalkotó irányába a javaslatainkat beterjeszteni. A Miskolc irodájába sajnos nem tudtam vele találkozni, de hogyha úgy gondolja, az MBVK elnöki irodájába Cázár úton is tudunk egyeztetni, illetve hogyha megkapja a Budaörsi irodáját, ugyanúgy meg fogjuk látogatni, mint Sádor Györgyöt is.